Nem kezdődött szerencsésen a bajnoki szezon az FC Dabas számára. A tavasszal még listavezető egyesület most az utolsó helyről várhatta a folytatást. A mérkőzés nem indult jól a hazaiak számára, az első percben kiállították Markost, azonban emberhátrányban is sikerült Takácsnak a kapuba találni. A válasz gyorsan érkezett, a 14. percben Gáflagi talált a dabasi kapuba. A dabasi játékosok végig dolgozták az első és második félidőt. A második játékrész elején sikerült is átvenni a vezetést, de a válasz ismét gyorsan érkezett, 2-2. A 64. percben a Mórahalom ismét a dabasi kapu elé jutott, és Gáfagi újabb góljával átvette a vezetést. Az FC Dabas próbált helyzeteket kialakítani, többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült az egyenlítés. A mérkőzést követően Keresztüri András értékelte a játékot. Igazából úgy érzem, hogy a csapatnak a kicsit a szerencse faktora visszaesett, de ez azért hozzájárul az is, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit nyomnak el bennünket. Most nem akartam ezt így eddig forszírozni, hiszen azért nagyon érdekes dolognak tartom azt, hogy mondjuk a második mérkőzés óta, hogy a Gyulán játszottunk, két szabályos gólunkat elvették, akkor most a hazai pályán az első percben kiállítást csinálta. Ez a második mérkőzése volt ennek a játékvezetőnek, aki itt volt. Egy abszolút ártatlan szituáció, hogy Markos Jani a labdát pöckölt el a csatár előtt, kiállították az első percben, itt hazai pár óriási hátrányba kerültünk, ennek ellenére megszereztük a vezetést, utána egyenlített az ellenfél, nyilván jól kipasszoltak bennünket, egy kicsit vissza kellett húzódni, még rendeződni se sikerült. Utána megint meg tudtuk szerezni a vezetést, és megint kiegyenlítettek, nagyon nagyot küzdöttünk, és az volt a probléma, 2-2-nél két kapufát is fejeltünk pontrúgásból, tehát nem ment be, nem befelé pattant. A játékvezető nagyon indiszponens volt a mérkőzés folyamán, el kell mondanom, hogy az ellenfelet szabadrúgásoknál, sárgalapoknál teljes mértékben segítette. Nem azt mondom, hogy csalt a játék, nyilván nem így érzem a helyzetet, hanem úgy érzem, hogy egy második mérkőzése volt a mai talán, vagy harmadik ennek a játékvezető sportásnak, és egy kicsit elszaladt az első téves ítéleténél vele a ló, és utána már nem tudta összeszedni magát, tehát hibázott, és utána csak fordított ítéletei voltak, ami sajnos minket sújtott ezen a mérkőzésen. A fiúk küzdöttek, hajtottak, megtettek mindent, úgy érzem, tudom elmarasztani őket, hiszen azért kétszer előnyt sikerült kicsikarnunk, utána egy nagy lelkesedésbe egy védelmi hiba belecsúszott ott hátul. Hát sajnos ez amatőr futball, és ez sajnos benne van, de úgy néztem, hogy igazából azok a dolgok, amiket gyakoroltunk, rendben voltunk, szétgólokat lőttünk, azt kell mondanom végre, és sajnos emberhátrányban nem bírtuk ki fizikálisan ezt a nyomást, ami ránk hárult.